Köszöntöm a kedves nézőket! A következő percekben a Tapolcai Rendőrkapitányság közelmúltban történt fontosabb eseményeit hallják. A tapolcai rendőrök egy elrendelt nyomozás keretében tartottak házkutatást Lesence falun május 9-én a kora esti órákban, mivel több információ merült fel arra vonatkozólag, hogy az ott tartózkodó személy birtokában kábítószer, illetve betörésből származó tárgyak vannak. A házkutatás eredményesnek bizonyult, ugyanis a lakásból több kábítószergyanús anyagot, valamint műszaki eszközöket is lefoglaltak a rendőrök. Az ott tartózkodó 33 éves férfi pedig már a házkutatás során elismerte, hogy bizony fogyasztott a tiltott szerekből. Ezt követően a fiatalembert elfogták és előállították, majd a tapolcai kórház ügyeletén vér- és vizeletmintavételre került sor. A gyanúsított ellen kábítószerrel való visszaélés büntette miatt indult meg a nyomozás. A kerítés bontotta ki az az ismeretlen elkövető, aki május 9-én egy Ábrahámhegyi családi házba hatolt be illetéktelenül, és közel 1 millió forint értékben tulajdonított el különféle arany- és ezüstékszereket. Az ingatlan tulajdonosa elmondta a rendőröknek, hogy a bűncselekmény elkövetésének idején feleségével éppen a ház előtt a kerítést festették. A kaput bezárták, viszont a ház hátsó részén található teraszajtóról megfeledkeztek, és az nyitva maradt. Este lettek figyelmesek az ágyon heverő üres tűzacskóra, melyben az ékszereket tárolták, de az éjjeli szekrényben található ékszerekkel teli faládikának is nyoma veszett, sőt a tolvaj a nappaliból egy bőrből készült pénztárcát, valamint egy autós táskát is magával vitt, melyben több tízezer forintnak megfelelő készpénz volt. A helyszínelés során megállapítást nyert, hogy a tettes a ház mögötti kerítés bontotta ki, majd a nyitott teraszajton keresztül jutott az épületbe. Az elkövető után, aki ellen nagyobb értékre elkövetett lopásbüntette miatt indult eljárás, nagy erőkkel nyomoz a rendőrség. Egy szolgálati kutyát is bevetettek a rendőrök annak érdekében, hogy elfogják azt a személyt, aki május 18-án a délelőtti órákban egy balatonrendesi nyaralóba tört be, és onnan közel 500 ezer forint készpénzt, valamint különböző aranyékszereket tulajdonított el. Az esetet bejelentő hölgy elmondása szerint férjével már korán elindultak otthonról a munkahelyükre. Mielőtt azonban elhagyták volna a házat, a bejárati ajtót, illetve a kaput is alaposan bezárták. A feleség dél körül érkezett vissza, és rögtön feltűnt neki, hogy a kapu nyitva van, majd arra lett figyelmes, hogy férje Jackie-je hiányzik a fogasról, a gardrób ajtajai pedig tárva nyitva állnak. A hálószobába belépve pedig döbbenten észlelte, hogy a szekrényeket valaki átforgatta, a ruhák pedig szanaszét hevernek a földön. Ezt követően azonnal telefonált a férjének, majd értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások kiérkezéséig körüljárta a házat, és a szomszéd telkén éppen veteményeket öntöző három férfitől érdeklődött, a délelőtt folyamán nem láttak-e valami szokatlant, mire ők egyöntetően állították, hogy senki nem járt arra felé. Gyanússá vált azonban számára, hogy a beszélgetés után azonnal abbahagyták az öntözést és elmentek. A helyszínelés során aztán megállapítást nyert, hogy a ház hálószobájának műanyagablakát feszítették be, majd az elkövető egy borítékot emelt el az asztalból, melyben közel 500 ezer forintnak megfelelő készpénz lapult, továbbá fülbevalókat és nyakláncokat is eltulajdonított. Az adatgyűjtés során olyan információk kerültek a rendőrség birtokába, melynek során az egyik férfi lakásán halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatást foganatosítottak. Az elkövetés helyszínéről egy szolgálati kutya is el lett indítva, mely nagyban segítette a rendőrök munkáját. Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozás pedig jelenleg is folyamatban van. Belehalt sérüléseibe az a 80 éves férfi, aki május 22-én, nem sokkal 12 óra előtt Káptalantóti község külterületén szenvedett közúti közlekedési balesetet. Az idős bácsi Tapolca felől tartott Suzuki típusú személygépkocsijával Zánka irányába, ám haladása során hirtelen áttért a menetiránya szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben közlekedő gépkocsinak. A Suzukit vezető férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, kórházba szállítását követően azonban az életét már nem tudták megmenteni.
A baleset során a másik autó volánja mögött ülő balatonszepezdi férfit is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A baleset okait és annak körülményeit a rendőrség még vizsgálja. Csak egy puffanást hallott, és egy csúszó motort látott az úttesten az a svéd nemzetiségű férfi, aki május 20-án 14 óra magasságában Veszprém felől tartott Tapolca irányába gépkocsijával. A Peugeot típusú személygépkocsi vezetője Budapestről indult Tapolcára, és a Vigánpetent határában található büféhez közeledve lassítani kezdett, majd kitette az irányjelzőt, ám hirtelen egy puffanásra lett figyelmes. Egy motorkerékpárral közlekedő férfi ütközött autója hátsó részének. Az ütközés következtében a motoros elvesztette uralmát a jármű felett, elesett és körülbelül 40 méter csúszott az aszfalton. A középkorú férfi és motorja a szemközti forgalmi sávban található buszöbölben kötött ki. Ezt követően a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba a motorost. A baleset körülményeinek tisztázása még folyamatban van. A Tapolcai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt eljárást folytat ismeretlen személy ellen, aki május 12-én a déli órákban az általa vezetett László Hedvig Károly 392 forgalmi rendszámú személygépkocsijával közlekedett Tapolcán, a Kossuth-Lajos utcában található körforgalom felől a Juhász Gyula utca irányába. A körforgalomból kiérve azonban elsodorta a gyalog átkelő helyen jobbkész felől átkelő gyalogost. A baleset következtében az idős hölgy az úttestre esett, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ismeretlen személy az általa vezetett személygépkocsival a helyszínt megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta. A rendőrség várja annak a személynek a jelentkezését a 107-es, illetve a 87-es körzetszámú 412-322-es telefonszámon, aki a sértett segítségére sietett, felsegítette őt, valamint a balesetet okozó személygépkocsi pontos forgalmi rendszámát a Kossuth-Lajos utcai MOL benzinkúton a részére átadta. Továbbá várjuk azon személyek jelentkezését is, akik az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, vagy a közlekedési baleset szemtanúi voltak. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben környékünkön jelentősen megszaporodtak az úgynevezett trükkös tolvajok által elkövetett bűncselekmények. Előfordul, hogy magukat valamely szolgáltató munkatársainak kiadva, vagy ágynemű garnitúrák, edénykészletek, műszaki cikkek, tüzelőanyag árusításának, esetleg fémhulladék vásárlásának ürügyén nyernek bebocsátást a lakásba. Gyakori jelenség az is, hogy az elkövetők az ERESZ csatorna cseréjére vonatkozóan egy igen kedvező ajánlattal keresik fel áldozataikat, majd a munkálatok elvégzését követően egy nagyobb összeget követelnek, melyhez számlát természetesen nem tudnak kiállítani. Ezek után sokszor csupán egy pohár vizet kérve, de talán egy nagyobb címletű bankjegy felváltására arra késztetik a sértettet, hogy felfedje megtakarított pénzének rejtek helyét, majd a kellő pillanatban meglopják őt. Ezért kérjük Önöket, hogy a magukat hivatalos személyeknek kiadó emberektől kérjék el igazolványukat, de akár fel is hívhatják személyazonosítás céljából a kiküldő szervezetet vagy intézményt. Ismeretlen személyeket soha ne engedjenek be otthonukba, még a házuk udvarába se, bármilyen indokkal szeretnének is bejutni. Lehetőség szerint kerítésen át vagy kulcsra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a váratlan látogatót jövetele céljáról. Bármilyen gyanús körülmény esetén értesítsék a rendőrséget az ismert és ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es telefonszámok valamelyikén. Idős, egyedül élő rokonaikat és ismerőseiket is figyelmeztessék ezen tolvajok tevékenységéről és módszereiről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzanak magukra és egymásra! Mint többen hallották, gondolom, változtak május 1-jével a fegyvertartás szabályai. Tehát az átlag állampolgárokat nem érinti különösebben a változás, ugyanis a fegyver megszerzésének a szabályai jelentősen nem enyhültek. Továbbra is egy előzetes kontrollt követően lehet fegyvertartási engedélyhez jutni. Ahol jelentős változások voltak, az a már engedéllyel rendelkezőknél a új fegyver megszerzése, illetve a fegyverek értékesítése, szállítása, egymásnak történő átadása.
Ami jellemző az, hogy most már egy fegyvertartási engedélye rendelkező vadász vagy sportlövő bemegy a boltba és vásárolhat új fegyvert, ezután 8 napon belül köteles nálunk bejelenteni a fegyver változását, illetve a vásárlását, nem köteles előzetesen engedélyt kérni erre. Ami viszont több embert érinthet, az az, hogy a külterületeken, vadászterületeken találkozhatnak hivatásos vadászokkal, akik a fegyvert csőre töltve, illetve töltött állapotban szállítják a vállukon. Ezen nem kell meglepődni, a jogszabály lehetőséget ad nekik, hogy a saját területükön munkavégzés közben a fegyvert így szállítsák. Illetve majd az őszi szezonban a társas vadászatok során előfordulhat, hogy a társas vadászat során az egyik helyről a másikra átvonuló vadászok nem rejtik a fegyvert tokba, viszont ürítve szállítják ilyenkor. Ezen nem kell meglepődni, ez nem lesz rendkívüli az közeljövőben. A fegyver vásárlással kapcsolatban az engedélyeseknek elmondanánk, hogy fegyvert vásárolnak 8 napon belül kötelesek nálunk bejelenteni, méghozzá be kell hozni a fegyvert, a fegyvertartási engedélyt, illetve a megszerzést, a fegyver megszerzését igazoló okiratot, ez lehet adásvételi szerződés, ajándékozási papír, számla, bármelyiket elfogadjuk. Eladásnál szintén 8 napon belül kötelesek bejelenteni, ugyanezekkel az iratokkal, tehát vagy egy adásvételi szerződéssel, ajándékozási szerződéssel, illetve a kereskedőknél kapott átvételi elismervénnyel.